Szép számmal érkeztek érdeklődők a Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola nagy termébe. A kellemes családi hangulatban megtartott rendezvényre a gitármuzsika szerelmeseit várták, a közönség soraiba a szervezők. Jelen voltak a zeneiskola növendékei, valamint a pedagógusok is az este folyamán, akik a zene irodalom legszebb muzsikáinak átiratait hallhatták fiatal és tehetséges zenészektől. Tudtuk meg Plósz Csillától, az intézmény vezetőjétől. Debrecenből érkeztek hozzánk gitáros fiúk és lányok, akik a mai estén egy rendhagyó zenei teaházon fognak muzsikálni. A két együttes, a Confuco, melynek tagjai Nagy Gábor, Pincsúja Bence és Tóth Gergő, és az ő vendégeik, a két lány, a Duepro Una, Bajkán Csenge és Sigér Vivien, akik a Debreceni Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnáziumnak a növendékei. Az este folyamán egyébként klasszikus zenei művek fognak felcsendülni. A hangversenyt a gitártanárunk kezdeményezte, Pap Dávid fiatal kollégánk, az ővé volt az ötlet, hogy szervezzünk itt egy ilyen hangversenyt, és ez most megvalósul a mai este folyamán. A rendezvényen lehetőségünk volt beszélgetni a Confuco gitártrió egyik tagjával is, aki elmondta, hogy éveken keresztül duóként koncerteztek. Nemrég csatlakozott a formációhoz Pincsúja Bence, aki egy új hangzást hozott a csapat repertoárjába. Az egyetemen ismerkedtünk, mindhárman Debrecenben a Zeneművészeti Egyetemre jártunk, ott tanultunk, és ezáltal nem csak együtt zenélünk, hanem nagyon jó barátok is vagyunk már hosszú évek óta. A formációnak igencsak széles a repertoárja. A Karcagi Erkel Ferenc Alapfokú Művészeti Iskolában megtartott koncertjükön is színes volt a felhozatal. Ezt láthatóan a közönség is értékelte. John Dowlandnek játszottuk két művét, utána játszottuk Claude Debussy Claire de Lune című művét, utána Roland Dienz a Szancs Capricorn című művét. Ezekről mindegyikről azt érdemes tudni, mindegyiket Bence írta át nekünk három gitára, mert az első John Dowlandnek a művei azok lantra íródott művek, a második egy zongorára, a harmadik pedig egy szóló gitára. Az utolsó műsorszámunk pedig a Pap Dáviddal a Fire Dance című mű volt, amit ugye a zeneiskola tanára, Pap Dávid írt nekünk a felkérésünkre. Nagy Gábor hozzátette, hogy ez a mai karcagi koncert egy háromállomásos miniturnének az első része volt. A hónap során ugyanígy, a két lánnyal kiegészülve Balmazújvárosban és Debrecenben is fellépnek. A koncert végén a közönség vastapsa jutalmazta az előadók műsorát.